Idén is lehet pályázni Bátaszéken az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Burza Hungarika ösztöndíjra. A szeptember 22-én megtartott rendkívüli testületi ülésen elfogadták a csatlakozási szándékot, és arról döntöttek, hogy a Szociális Bizottságot ruházzák fel a pályázati feltételek meghatározásával és a pályázat kiírásával. A mai rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy idén ismét csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A csatlakozási szándékot fogadta el. Október 1-ig volt szükség ennek a döntésnek a meghozatalára, annak érdekében, hogy október 5-ig a pályázatot ki is tudjuk írni. A testületi döntés értelmében a korábbi évekhez hasonlóan 1 millió 600 ezer forintot fog a képviselőtestület erre az ösztöndíj programra fordítani. Nyilván a beérkező kérelmek száma dönti majd el, hogy a bizottság egyénenként milyen összegeket fog meghatározni. A pályázati kiírásról szintén a mai napon a Szociális Bizottság már döntött is, úgyhogy már meg tudjuk jelentetni majd minden felületen ezt a kiírást. A beadási határidő november 5-e, tehát a pályázatokat addig kell beküldeni, és ezt követően december 4-ig fogja a bizottság ezeket elbírálni. Tanulók és tanulni vágyók is igényelhetik az ösztöndíjat. A és B típusú pályázati adatlap létezik. Az A típusú Burza Hungarikára azok pályázhatnak, akik jelenleg is felsőoktatási intézmény nappali tagozatának a tanulói. Ehhez hallgatói igazolást mindenképpen csatolni szükséges, bátaszéki lakcímmel kell rendelkeznie a pályázónak, és a szociális rászorultsághoz szükséges a szükséges nyomtatványokat, ami a kiírásban szerepelni fog, csatolni. A szociális rászorultság az azt jelenti, hogy az egyfőre jutó jövedelem nem haladhatja meg a családban a 114 ezer forintot. A B-típusú ösztöndíjpályázatra azok jelentkezhetnek, akik érettségivel még nem rendelkeznek, érettségi előtt állnak jelenleg, végzősök, illetve akik már letették az érettségit, de még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, ők jelentkezhetnek erre a típusúra. Itt a hallgatói igazolást nyilvánvalóan nem kell csatolni, a szociális rászorultságot vizsgálja a bizottság szintén, illetve azt, hogy itt van Bátaszéken az állandó lakóhely. Ez a két feltétel van. Létezik egy EPER Burza felület, ahová regisztrálni szükséges a pályázni kívánóknak. Azon keresztül egyébként nem egy bonyolult rendszer, tehát ez jól kezelhető. Ezen keresztül a kérelemnyomtatványt, az adatlapot ki kell tölteni, véglegesíteni, kinyomtatni, és az aláírt adatlapot szükséges az önkormányzathoz behozni. A pályázatokat és a kért mellékleteket november 6-áig személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a bátaszéki polgármesteri hivatalba.